csatlakozás. Mostantól ennyit kell tenni, és bárki használhatja a világháló előnyeit Bátaszék belső területein teljesen díjmentesen. Mindez egy elnyert Európai Uniós pályázat eredménye. A városban 11 olyan pont van, amely továbbítja a jelet. Egy felhő alapú szolgáltatással működik, tehát magának a kamionnak van egy felhő alapú elérése. Mindegyik mögé egy internetes bejövőt kellett kiépítenünk, amelynek a jelenlegi sebessége az 30 megabit per szekundum minden egyes végponton. A technikai paraméterekről a kiépítő cég tulajdonosa Tar János adott tájékoztatást. Azt mondja, Bátaszék a megyében az első között van, ahol ilyen rendszer épült. Közösségi célra épített wifit ne otthoni célokra használjanak föl, ezért egy úgynevezett egyórás korlát van beépítve, ami azt jelenti, hogy egy darab eszköz, ami egy órán keresztül van fönn a rendszeren, azt automatikusan ledobja a rendszer, de egy óra után ezt újra föl lehet jelentkezni, tehát utána újraindul az egy óra gyakorlatilag. Bozsadik Robert polgármester azt mondta, egy európai városban fontos, hogy legyenek ilyen szolgáltatások, arról nem is szólva, hogy jelentős marketing értékkel bír ez a fejlesztés. A városnapja rendezvényt, a Pünkösdi Rétes Fesztivált, vagy éppenséggel a bornapokat ugye a város központi piac terén szoktuk megrendezni, így ezek a rendezvényeken lehetőség nyílik azonnal az élmények közszíré tételére. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már szinte elengedhetetlen.